egy 5,6%-os merce, az azért már szigorú, azt már az Oktoberfesten is megsüvegelik. Kíváncsi volnék, ja, Pilot 30, ez is a berlini Brewdognak a projektjei közé tartozik. 2,50€-ért árulják Németországban. Malátás, könnyed, hát egy mercel lesz, ha csak. Ez is úgy nem kezd futni, mint a többi. Ó! Jaj, de csodálatos! Itt egy Brewdog, amíg nem romlott. Ó, gyönyörű, tökéletes részszínű. Ó, igen. Na! Mennyi a múltkor az a Blueprint IPA? Most itt 2. Nem iszom olyan sok Brewdogot, tehát szerintem olyan 20-30%-a romlott. Tehát ez valamit. Elkutyálták magukat, túl sok a termelés, nagyon felfutott. Felfutott, mint a macska mögöttem a konyhapultra. Na, ez faszom. Mi az? Mi az OG? 12.9. Ja, az Original Gravity. A Balling. Igen, az a Balling. Ah, 5-6, IBU 22, OG 12.9, majdnem 13. Ez egy jó, ütős, gyönyörű, tökéletes. Tökéletes mercen, de hát tegye fel a kezét, aki azt hitte, hogy a Brewdog nem tud egy tökéletes mercent főzni. Hát na, azért szép. Basszus, ebben tényleg benne vannak a dimenziók, amit ígértek. Ez a tényleg, hogy miért kellett ebbe First Gold, Mandarina Bavaria, Spalt Select komló, hogy ezek elvileg mind ilyen virágos komlók, és nem keserű egyáltalán, hiszen egy mercen nem is kell, hogy keserű legyen, bár elvileg abban azért van komló. Ez egy nagyon jó mercem. Ez egy nagyon jó mercem, tökéletes megjelenéssel, tökéletes előíz, korty érzett utóíz. Nagyon jó, ilyen klasszikus nemes komló illat. De hát az is már egy szint, hogy annak örülünk, hogy egy Brewdog nem romlott. Ez nagyon faszabb.